Következő hand egy Ace-10 River bluffkes szituáció lesz. Nyitunk UTG-1, ja, azt nem ez az alja, amit nyitnék ebből a pozícióval az off-ászok közül. Call-ol a button, és jön a nagyvak. A button lesz majd a tényező itt a hand során, úgyhogy gyorsan nézzük meg, hogy miket tudunk róla, vagy miket feltételezhetünk inkább, mert nagyon-nagyon kevés handünk van. Próbáljunk meg utána egy range-et felállítani. 33 per 11-es, 2,3-as 3-bettel, mindenképp egy preflop sokat kolloló, gyengébbnek tűnő játékos az ellenfél, viszont azért a 5,7-es agresszió faktor, ez floppon 12,5, a betvés miss c-betje 50-8-ból 4-szer betelt checkre, LP ellen 6-ból 3-szor kollolt, MP ellen 5-ből 3-szor, tehát egy sok lappal játszó, preflop passzív játékos, aki azért, hogyha gyengeséget érez, akkor azért hajlamos postflop egy picit agresszívabbá válni. Próbáljunk meg neki egy range-et belőni, ugye tényleg egy sok lappal játszó játékos, persze ez csak közelítő lesz ez a range, amit most felállítunk. Jön, játszani fog minden párral, valószínűleg ilyen down pár plusz berakhatunk a 3-bet range-ébe, viszont egy ilyen passzív játékos szerintem az ászdámákkal is kollolni fog. Rakjuk be neki szerintem a Broadway régiót, akár tág offsuitokat is, most lehetne itt súlyozgatni, de valamiből induljunk ki, ilyen szebb suited, két magas lapok, illetve ilyen egy-két egy ilyen suited konnektorok, esetleg egygepes, 8-6-es, ilyen szerű suited lapok. Legyen ez ilyen 23%-os range, szerintem viszonylag életszerű, persze néha kifordul a kezükből egy K4-es is, de ja, próbáljunk meg ebből a range-ből kiindulni. Majd jön a nagyvak is, ugye, aki egy reg, jön egy ász-8-6 rainbow, hogy beteljünk-e vagy csekkeljünk, három utca veljünk, annak ellenére egyébként, hogy nyilván egy nagyon tág range-el van bent, tehát sokkal jobb a helyzet, mintha egy feszesebb button calling range lenne. De még így is, hogy egy ennyire tágan kollol, azért három utca veljünk, viszonylag nehezen lesz. Ugye nála van offsuit kombinációkból az ászdáma, ászbubi is. A gyengébb ászok meg ugye csak azért valószínűleg suitedból, amik ugye azért csak két-két kombók, mert le van a zöld ász, kezünkben vannak piros ász. Úgyhogy azért nehéz lesz kiszedni, szerintem három utca veljük, ráadásul azért ha jön egy 9-es, jön egy 7-es ebből a régióból, azért sok lapja javul és nem tudunk menni feltétlen három utcára, ugye benn van még a nagyvak is, úgyhogy három utca veljük nehezen lesz. Nyilván a betnek az előnye, hogy egy 5-ös párdal kollol egyet a floppon, ami hogyha ugye jön egy dáma vagy egy király, mondjuk már nem rak be pénzt, vagy egy 6-5-essel koll a floppon, és ha jön egy dáma, mondjuk attól nem kapunk már value-t. Viszont ugye ezek szintén viszonylag kevés kombóban vannak a kezébe, és óriási mennyiséget tesz ki a range-éből ezek az offsuit Broadway-ok, suited Broadway-ok, backdoor FD nélkül, vagy akár backdoor FD, most van egy pikkájéja, itt valószínűleg snapfoldol, hogyha betelünk egyet. Úgyhogy nem feltétlen hülyeség szerintem a check, és játékba tartani ezeket a lapokat, amik kis túlzással drawing deadek ellenünk. Ezekkel a checkünkre ugye hajlamos is néha a statja alapján hajlamos lehet belebetelni. Ha pedig van egy gyengébb ásza, vagy a nagyvaknak van egy gyengébb ásza, akkor ezt a két utcát ezt ki tudjuk szedni később, és a lapunk még 3V sem túl sérülékeny nincs, azért igazán katasztrofális törn, vagy hát kevés. Úgyhogy ja, szerintem ebben ez nem hülyeség, hogy itt csekkeltél. Az elmondottak miatt itt ugye a kollom kívül szerintem más nem nagyon jön szóba. Ez teljesen standard. Turnről sincs szerintem túl sok beszélni való. Ugye itt value betelhet rosszabb lapot, ász 5 suitedot, amit visszacsekkelni tervez a riveren.
ugye betelhet a, nem tudom, királyét szútidjával, amivel betelt a Mistcébetre és open-endidje van, vagy belebetelt egy királybubi pikkel és itt FD-je van, belebetelt egy QJO-val és itt luxora van, szóba sem jelent, hogy itt dobjunk, teljesen standard, river lesz igazából a, az érdekes. Checkerünk is ugye itt bevágja, hoppá, kicsit spoilereztem, ugye bevágja, kapunk egy 30%-os potocot. Ugye ez a river, ez nagyon-nagyon-nagyon jó, a több dolog miatt is, az ace 6 suited, az ugye így már nem lehetséges a range-ében, ugyanis ami nyilván turn-en is, az csak egy kombó volt már, de így már nem lehetséges, ugye ismerjük a körászt, a zöldászt, nem van a fekete hatos és a kék hatos, ugye a hatos pár, ami set volt eddig, három kombináció volt a range-ével, ugye így már egy kombinációnyi pókerré redukálódott. Nyilván a 8-9 suitedot visszahúztuk riverre, de az ugye nem így fogja játszani, de nyilván így ilyen szempontból jó ez a river, hogy turnon, ha belemasszatolt floppon egy 8-9-essel és turnon lejavult minket, azt is visszahúztuk, de itt amikor sávol ez, ennek már nincs jelentősége. Ugye, hogy itt hogyan kéne gondolkodni, miket kéne gyorsan összesíteni, ez ugye in-game azért sokkal nehezebb feladat, de ezért is gyakoroljuk, meg mindenkinek javaslom, hogy ezek villabba ezeket nyomkodjátok, hogy ugye mit is jelent, ha a range 30%-át ugye bluffök teszik ki, akkor az már az elég eleget jelent ugye a callhoz jelen esetben. Ugye gyorsan összesítenünk kell az ellenfél value range-ének a kombó számát, meg kell számolnunk a potenciális bluffjeit, és meg kell néznünk, hogy ezeket milyen frekvenciába kell megbluffölnie, hogy itt ugye callolhassunk. Ez ugye nagyon-nagyon nehéz része a dolognak. Nem lehet, hogy ő soha nem blufföl, és itt visszacsekkeli a bubi tizeit mindig. Ilyen lehet, hogy ha valamivel így játszott, akkor azt mondja, hogy oké, gyenge, valami gyenge lapra tesz, és végig triplázza mindenével, és nagyon overblufföl, úgyhogy nincs ilyen információnk erről a játékosról. Ilyen nagyon-nagyon nehéz ezt így egyértelműen megmondani, úgyhogy emiatt mindenképp inkább a gondolatmenetre helyezném a hangsúlyt, és azzal foglalkozzunk, mert az segíteni fog meghozni ezeket a döntéseket. Ugye nem ez lesz majd a river a triple barrel range-e, majd ebből ki fogjuk jelölgetni, de berakjuk ugye a lapunkat, mert ezek mind-mind ugye fontosak lesznek a blokkolódás miatt. Látni fogjátok, hogy azért a lapunk miatt és a board miatt a value range mennyire blokkolódó van, és a bluff range pedig mennyire nincs. Bedobom gyorsan a boardot, megnyitjuk a range-ét és elkezdünk jelölgetni, hogy mik lehetnek azok a lapok, amit berak value, berak itt értékért, jelöljük őket pirossal. Nyilván az ászdáma, vagy hát ennél vannak egyértelműbbek, 6-6, 8-8, 9-9, ugye ászhat suited nem lehetséges, látni, hogy nem is tudjuk kijelölni. A ász 8 suited, ász 9 suited, és mondjuk azt, hogy mondjuk vékonyan megy értékért ász bubikkal, ugye így kicsit magunk ellen dolgozom, mert azért találkozni azzal, hogy riveren ezt már visszacsekkelik, ugye az fog eredményezni, hogy a value range még szűkebb lesz, még kevesebb kombót, még kevesebb bluff elegendő lenne számunkra a callhoz. De most adjuk meg, ász bubi vagy jobb lapokkal value-ért megy, rosszabb ászokkal kizártnak tartom. Az ilyen típusú játékosnál azt sem feltételezem, hogy egy 8-7 suited, de mondjuk itt blöffölne valaha, úgyhogy még a 7-5-es ugye, ami egy sor és lehetséges, már itt van 8-6 full, ami lehetséges nála. A 7-6-ot is úgy gondolom, hogy ezt azért flopon csekkeli, vagy turnen csekkeli, tehát hogy nem gondolom azt, hogy ilyen típusú játékos
azt így bluffbe fordítani a turnen, és ugye river value-vá válik, úgyhogy nagyjából egy ilyesmi, nézzük meg egy ilyesmi value range-et, ugye ez 31 kombináció, ami ugye azt jelenti, most ez nyilván ilyen közelítés, hogyha ugye 30%-os potocunk van, durván ugye 3-ból egyszer kell, hogy jó legyen a callunk, ha ugye van egy 15 darab körüli bluff kombója, az ugye egy 45 kombónyi river shove range-et adna, és ugye, hogyha van 15 bluff kombója, akkor az egy harmadát verjük durván, és ugye elegek vagyunk a callhoz. Ráadásul itt ja, kevesebb, ugye picit kevesebb, mint 3-ból egyszer kell nyernünk. És szedjük össze, hogy mik lehetnek a potenciális bluff kombói. Ezek lehetnek ugye egy booby tease off, amivel belebetel a floppon, ugye tud törnölni 7-es, 9-es dámát, ugye meg is kapja a open-endedet, üti tovább, booby tease suited, booby tease off, ilyen lehet a dáma booby, ilyen lehet esetleg a dáma 10, ugye amit 10-es tartalmazó lapok, ugye jó nekik a 7-es, 9-es, és akkor a bubi vagy a dáma a sorhúzóhoz. Ilyen lehet a király 10. Most ne rakjunk be minden Broadway-t, ugye azért túlzás lenne, sőt az is túlzás, hogy ugye ezekkel 100%-ba bet-bet-betel, mert ki garantálja azt, hogy bubi 10-zel néha nem csekkel a floppon, vagy hogyha callba ütközött a floppon, nem csekkel a turnön, tehát hogy ezek azért meg fognak történni. Viszont ha már csak ennyit bejelölünk, és akkor ja, még a király 7 suitedot azért csapjuk oda, akkor láthatjuk, hogy van 31 value kombója, ugye amit az előbb, amiben megegyeztem, és van ugye 56 darab potenciális bluff kombója, ugye 27, 39, 43, meg 9, 52, 56. 56 bluff, ugye 31 value, 56 bluff, nyilván ha ezeket a ez a button ugye az összeset így játsza, akkor nyilvánvalóan óriási callunk van. Nyilván az is optimista becslés lenne, de azért látszik, hogy olyan 5, és akkor még arról nem beszéltünk, hogy néha a KQ pick ott lehet, stb. Stb. Néha teljesen elmebeteg, random equity nélküli bluffjei lehetnek. Tehát hogyha ez az 55-60 körüli potenciális kombó számmal számolunk a bluffjei közül, ugye a frekvenciája kb. Elég, hogyha ilyen 25%-os, tehát az összes lehetséges bluffjének ha kb. Az egynegyedét blöffeli, akkor már jók leszünk teljesen a korra, és egy ilyen széles range-el játszó, ennyi random lapot a kezében tartó, viszonylag magas agresszió faktorú játékos esetében én úgy gondolom, hogy ez viszonylag reális, úgyhogy én itt inkább hajlanék a call felé a fold helyett. Ugye itt miért maradtak ilyen lapok? Nyilván egy 10-9 az oké, a flop betting range-ében benne van, de turnen ugye second part kap. Ezek ugye mind-mind azért nyilván 8-assal nem fog triplázni, ha flopon betel is, vagy turnen check-kel, vagy ha még megmaszatolja a turnen, akkor river check-keli azért legtöbbször, tehát hogy ezeket nyilván azért nem jelöltük be, illetve ezek meg a value range-ben maradtak ki. Tehát hogyha pont ebből a range-ből, amit játékba szerettünk volna tartani, tényleg nem kell, hogy túl nagy részüket blöfföljön meg, akkor már azért egész jól néz ki a helyzet. Hogy valószínűleg én erre ránéznék, és ami pedig nagyon-nagyon-nagyon fontos és érdekes dolog és nagy tanulság, az pedig az abszolút laperő és a relatív laperő közti különbség, és mindjárt meg fogjátok látni, hogy mire gondolok, még azért ezt gyorsan memorizáljuk, hogy volt ugye 31 value kombója és nyilván nem ez lesz a teljes bluff range, de potenciálisan 56 bluff kombót raktunk itt be. Most ezt lehetne szűkíteni, lehetne bővíteni, de potenciálisan ezek lehetnek a bluffjei.
úgy, hogy AS10-ünk van. Ha berakok magunknak egy AS2 suitedot, amit szintén azért még inkább csekkel indítanék a floppon, mint az AS10-et, és ugyanígy vergődök ide vele riverre. Ha AS2 körünk van, akkor a value kombóinak a száma azonos, ugye ugyanúgy az ász, a jobb ászokat blokkoljuk, ugyanúgy nem blokkolunk ilyeneket, tehát a value kombói maradtak, viszont ha megnézitek, akkor a bluff kombói nagyon-nagyon-nagyon megugrottak, 68 potenciális bluff kombója van már az ellenfelünknek, még több air hand, ugye, amit a kezében tarthat, még alacsonyabb bluff frekvenciára van szükség, és hogy ugye ezt mi okozza? Az, hogy kikerült a kezünkből egy 10-es, ami igazából nem számított semmit, mert ugyanúgy kikapunk az ászbubitól, mintha ász2-nk lenne, ugyanúgy kikapunk a 8-6-tól, mintha ász2-nk lenne, tehát abszolút laperőben az ász10 jobb lap, mint az ász2, mert nyilván egy jobb kikerű ász, viszont itt relatív laperőben az ász2 sokkal jobb bluff catcher lesz, mert ha nem tartunk a kezünkbe 10-est, akkor azok a 10-esek ugye elkezdnek bekerülni a bluff kombói közé. Nem blokkolunk bluff kombókat, nem blokkolunk QT-t, nem blokkolunk JT-t, nem blokkolunk király 10-et, stb. Úgyhogy ez még egy kis érdekesség, hogy egyébként itt az AS2 az biztos, hogy snap call. Ez az AS10 is egy ilyen játékos ellen, én amúgy hajlanék a callra. Persze, in-game azért nem mindig olyan könnyű ezeket itt átgondolni, de így kell ezek mentén, a gondolatok mentén kell mindig meghozni egy ilyen bluff catch helyzetben a döntést. Menjünk tovább.